Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk most nem az átelletére, Kelenföld vasútállomás mellett vagyunk, de ott adom nektek srácok, ugye ott van a vasútállomás, látjátok ott vannak benne vonatok, odébb van az átelletér, ugye azt néztük meg az előző videómban az egyes villamos leendő végállomását, innen pedig ugye onnan indulnak a 103-as, meg ilyesmi buszok, innen meg a 8-e, 241-es, 141-es, ilyenek indulnak innen. Na szóval srácok, mindjárt megy a vonatunk. 10:48, 11:07-kor indul nekünk a vonatunk, és szerintem most már csapatom a videót. Na, csapatom már, olyan ezek, mint Kuhár Bence. Na, ez nem működik, ez a mozgó lépcső. Na mindegy, akkor olyan forró ez a kis izé. Kollektor, szóval srácok, csinálom a videót gyorsan, de mégis van még időnk, de azért itt ugye az érdemes tudni erről a Kelenföld vasútállomásról, hogy itt egy jó hosszú aluljáró cső van itt, és ugye itt vagyunk. Ugye itt a információs jegyek, BKK. De várjátok, elrakom a napszemüvegemet. És ugye itt közvetlen kapcsolatban állnak az utasok az M4-es metróval, ugye BKK automata. Innen meg le lehet menni a 4-es metróval ezekkel a liftekkel. És akkor itt most nem menjünk ezzel a mozgó lépcsőben, ugye arra indulnak, hogy 40-es, 40-ben, 40-es, 53, 87, 88, mindenféle le fogom felsorolni. Buszok. És ugye ez itt ez az aluljáró. Ugye most arról jövünk, és akkor így szemben van, nem tudom, már elértük el a vasútállomásnak az épületét, de ugye menjünk, és akkor ez a vasútállomásnak az aluljárója, mint Debrecenben az. És ugye innen így ágáznak fel a vágányok, így. Ugye nagyon modern itt a rendszer, és ugye a srácok, nézzétek meg, ugye itt vannak érkező vonatok, induló vonatok, ugye, és ugye a legutolsó, a 11-7-es a miénk, a Székesfehérvár a Tapolca, a kék hullám sebes, ugye azzal fogunk majd mi utazni, ugye azzal is csinálok nektek videót, harmadik vágányról fog menni, hogy amúgy is előre kell menni, bennünk, és ugye itt van az M4-es metrónak a mozgó lépcsője. És srácok, legyek akkor a videó lesz, de mindenféleképpen meg akartam mutatni nektek ezt a kelenföldi vasútállomást, mert nagyon érdekes, meg nagyon modern, de meg olyan jól megoldották, hogy leszállnak a vonatról, és a vágányokról lejönnek, és már közvetlenül itt van az M4-es metróval a kapcsolat az aluljáróba. Hát srácok, ennél tökéletesebb nincs módszer. Közben jönnek biciklivel, nem tudom, hogy eléggé meglepett engem, ugye itt van a lift M4-es metróhoz. De is már elértük az utolsó vágányokat, 14-15. vágány. Szerintem nem itt fogok felmenni, vagy lehet itt megyek fel, és akkor itt szerintem felmegyünk srácok, és akkor a vasútállomást megnézzük, ugye. Látjátok, ez az aluljáró, most már értitek, hogy van. Szerintem mozgó lépcsőben megyek haza gyors, vagy megyek liftel, most itt van a lift, csak el ne vigyék. Megyünk srácok, felfele. És ugye na és itt vagyunk az utolsó vágányokon, nem tudom, mert elnyílik az ajtó, mert igen, erre fog nyílni, mert ott deszka van. És srácok, nézzétek meg, gyönyörű a vasútállomás, ugye láthatjátok, ott van egy szíli mozdony ott, és ugye teherkocsik, aztán ott van személykocsik is vannak, mindenféle kocsi van srácok, tényleg. Szerintem bejje fogunk menni, mert így nem nagyon látunk semmit a vonatokból. Mindjárt 11 óra van, látjátok, 11 óra 7-kor megy a vonatunk, úgyhogy azért kell nagyon sietnem, de megígérem nektek, hogy ha minden jól megy, akkor a vonatról is lesz videó, mert ez egy olyan vonat lesz, hogy rendelkezik intercity kocsikkal és gyors vonati kocsikkal, és megmondom nektek őszintén, hogy először ott van kiírva intercity vonat, sebes vonat, kék, ugye mind a kettő kék hullám sebes, és akkor nézem, hogy egy idő alatt ér oda ugyanannyi a menet ideje, és egy kicsit drágább. Hát mondom, ez milyen vonat ez, és akkor felhívtuk a MÁV-ot, és akkor megmondták, hogy szerintem itt vagyunk le, igen, srácok. És akkor megmondta a MÁV, hogy ez egy vonat, és
ugye rendelkezik gyorsmenti kocsikkal és intercity kocsikkal is, és ugye azért is érdekes vonat ez, ugye, mert készültek sok vonatról videóim, ugye ott a Civis IC-ben, ugye mindig azzal jövök fel Pestre, Debrecenből, és ugye arról már nem készítek nektek videót, csak ugye van arról videó, ha kíváncsiak vagytok, nézzétek meg. Ugye már néztem egy különleges intercity vonat, amikor kutyafutával elmentem Nyíregyházára, úgyhogy van ilyen sok vonatos videó, úgyhogy nyugodtan nézzétek meg mindegyiket, közben napszemüveget leveszem. Na és srácok, akkor fordítok a kamerán, és akkor inkább ezt a aluljárót nézzétek meg itt engem. Itt van egy dohánybolt, ahol én nem mehetek be, nem is akarok. Tényleg itt van mozgás, srácok, tényleg az emberek. Nem hagyjátok ott a tájékoztatót. Közben szól a muzsika. Az időt néznem kell, mert nem akarom lekésni a vonatot. 18.50, a 18.10.53. A srácok, találjátok ide. Na srácok, és akkor hirtelen már a nagy kapkodásomban már át is sejvetettem az irányítót. Itt futunk most már. Ugye itt a 15-15-15-ös vágány, ugye itt mentünk fel, közben egy jönnek itt a gyorsasági, itt mentünk fel ezzel a lifttel, és ugye és akkor eltévesztettem az irányt, és erre elkezdtem elindulni. Közben erre kell menni. Ugye itt van a 7-es-10-es vágány, aztán szerintem még 5-ös-6-osra menjünk fel, és akkor ott láthatjuk a teljes vasútállomás. Jó, srácok! Nagyon sietek, mert nem akarom megkésni a vonatot. Ide 7-esre megy a Kastélypark, Székesfehérvárra. Ez valami zónázó vonat lehet, nem tudom. És akkor ide is ide megyünk fel. És nem lifttel megyünk, mert nincs itt a lift, akkor én biztos nem megyek lifttel. Itt megy, hogy van itt. Itt megyünk. Sárszok. Sokat szerintem már jobban fogjuk látni a vonatokat. Na, olyan gyors az a mozgólépcső, srácok, de hogyha már gyorsaságra beszélünk a mozgólépcsők gyorsaságáról, akkor beszéltünk arról is, hogy a metrónál, a 3-as metrónál meg ilyen, milyen gyorsot is a mozgólépcsőt nagyon sietni kell. Na és akkor hoppá, majdnem este. Itt vagyunk a 6. vágányon, ugye indult Tatabánya, orosz Tatabányán út irányon át oroszlányra, maradt az 5. vágányon egyelőre semmi. És ugye ez a G43-as zónázó van, hát nem tudom, hogy flört áll bent, egy piros flört, egy régebbi flört. Személyvonat, nem zónázó. Székesfehérvárra inkább zónázók szoktak menni, de látjátok, személyvonat. Úgy látom, hogy sok a flört, ugye ez is flört, ugye ott is láthatunk egy ugyanilyen piros flörtöt, egy régebbi flörtöt. És akkor szerintem megyünk tovább. Közben megy el a flört, azt filmezem nektek. Vannak bent a teherkocsik. Közben jön ide is egy troll. Aha, az a Tatabányai lesz. Az oroszlányi vonat. Aha, itt jön egy flört, akkor ezt filmezem nektek. Közben ott lár bent egy cili teherkocsikkal. Közben ide érkezik a flört. Ide jövök, és akkor innen filmezem. Kérdez, az oroszlány rá is van írva. Egy flört, nem csatolt flört, egy szóló flört. Na srácok, és akkor ugye ott voltunk, ugye Cili mozdony, minden van ott, itt a Tatabányai flört. Na szóval akkor szerintem itt már nincs több érdekesség, azt hittem, hogy
többlet, de mindegy. Na akkor innen a Kelet-Föld vasútállomástól köszönöm nektek a figyelmet. Ha tetszett a videó, mindenkit dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Ne felejtjétek, én a közlekedés, én a BKK, hallgassátok a Rádió Egyet, mert tényleg csak igazi mai sláger megy. A vonaton várok titeket, ha minden jól megy. Sziasztok! Hol mész át a 3-ashoz?